Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Kalocsa TV csütörtök esti híradóját látják 2022. április 21-én este 7:30-tól. Ünnepség a Városházán, Font Sándor töretlenül immár hetedszer vette át országgyűlési képviselői megbízó levelét. Nagyszabású majálisra készül Kalocsa, péntekig lehet jelentkezni a főzőhelyekre. Bemutatkozási lehetőséget kínál a Kalocsa Art, helyi és környékbeli alkotóknak hirdetett pályázatot a Viski Károly Múzeum. A 2022-es évi országgyűlési képviselői választáson a Kalocsa székhelyű 3-as számú választókerületben ismét, immár 7. alkalommal töretlenül Font Sándor szerzett mandátumot. A Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője a Kalocsai Városházán április 20-án szerdán a 14 órakor kezdődő ünnepségen a választókerület polgármesterei és közigazgatási vezetőinek a jelenlétében dr. Schön Ferenctől, a Választási Bizottság elnökétől vette át az országgyűlési képviselői megbízó levelét. A bensőséges kis ünnepség résztvevői elénekelték a himnuszt, majd Betlenné Dajkó Ágnes fúla szólója következett, zongorán kísérte Csupor Balázs. Kállai Sándor szavazata elhangzását követően dr. Schön Ferenc, a Választási Bizottság elnöke lépett a mikrofonhoz. A Bács-Kiskun megyei 3-as számú országgyűlési egyéni választókerület Választási Bizottsága nevében bejelentem, hogy a 2022 évi országgyűlési választás választókerületünkben rendben, a jogszabályi előírásoknak megfelelően, a jelöltállítástól a kampányidőszakon át, a szavazásig és a szavazatszámlásig törvényesen és eredményesen lezajlott. A jelölés során 6 jelölő szervezet vette föl a jelölő íveket, 5 jelöltnek volt meg a jelöltként való nyilvántartásba vételhez szükséges 500 érvényes aláírása. Ők képviselőjelöltként bejegyzésre kerültek, és feltüntetésre kerültek a szavazólapra. A választókerületünk 29 településének 89 szavazó körében 65.242 választásra jogosult személy él. A Választási Bizottság 2022. április 9-én meghozott és április 12-én jogerőre emelkedett határozatával megállapította, hogy a választás eredményes volt, a megválasztott egyéni képviselőjelölt Font Sándor a Fidesz-KDNP jelöltje 29.592 szavazattal. Aki figyelemmel kísérte az egyes beadványokat, amit a Országos Egyéni Körzetválasztó Bizottságának el kellett végezni, akkor mondhatjuk az, hogy az átlagon felüli volt talán, és némely beadvány talán még mosolyt is fakaszthatott a bírálók körében. De ez is hozzátartozik, és a végső eredmény kihirdetése annak a megcáfolhatatlan eredmény közlése, és ezt a munkát köszönöm. Meg szeretném köszönni, főleg itt a jelenlévő polgármestereken keresztül és a médián keresztül mindazoknak a választóknak a döntését, akik a 7. egyéni országgyűlési képviselői mandátumhoz juttattak. Most úgy érzem, hogy erre a kitartásra és a támogatásra szükség lesz. Talán csak a 2010-es választás után gondoltuk, éreztük azt, hogy elég nehéz a helyzet, amiben országgyűlési képviselőknek munkája lesz, és a kormánynak munkája lesz. Most valami hasonlót érzek. Akkor persze egy belső magyarországi rossz állapot miatt érezhettük ezt. Most nem erről van szó. A gazdaságunk tavalyi évben Európai Unió sorában a legmagasabb növekedést ért el, tehát a kondíciónkkal nincsen baj, de tudjuk, hogy van egy olyan környezeti, vagyis több olyan környezeti hatás, akár az Európai Unióval folyó vitánk, a Magyarországnak járó támogatási pénzek folyósításáról, vagy a mindenki által ismert orosz-ukrán háború és annak egyelőre beláthatatlan következményeiről, amely nem teszi lehetővé, hogy az eddig szokásos módon tervezzük Magyarország életét, és ebbe beletartoznak az állampolgárok és a települések, és mindenki, aki itt Magyarországon tevékenykedik. És talán a tavaly ősz óta elindult olyan energia áremelkedés, élelmiszer áremelkedés, és alapvető
bányászati termékek, és tovább sorolhatnám, az ár emelkedése, amelynek kihatása mindenkire érvényesül. Úgy készülünk, hogy a térségnek a jelenlegi tudásunk szerint nagyon szép, prosperáló jövőjét látjuk. Itt Kalocsán talán a legbefolyásosabb ilyen esemény a híd építése, de nyugodtan mondhatjuk, hogy a Paks 2 tervezett továbbépítése, amelyre egyelőre a beruházó garanciát vállalt. Ilyen nagy hatású a Budapest-Belgrád vasútvonal megépítése, és mind a híd, mind a vasút építése ebben a ciklusban be fog fejeződni, mondta a képviselő, aki végül azt ígérte, a választókörzet valamennyi polgáráért dolgozni fog, természetesen azokért is, akik nem ráadták le a szavazatukat. Az esemény pezsgős koccintással, a jelenlévők gratulációinak fogadásával zárult. A résztvevők sok sikert kívántak Font Sándor immár 7. országgyűlési képviselői ciklusba végzett munkájához. Gyermekelőadások, folklórműsor, zenetánc, közös főzés, kirakodó vásár és vidámpark, mint a régi szép időkben. Sőt, már április 30-án is izgalmas programok várnak, kicsiket és nagyokat Kalocsán az Érsekkertben, ahol nagyszabású, kétnapos, majálisi eseménysorozatra készülnek a szervezők. Idén újra nagyszabású városi rendezvényt szervez a Kalocsai Innovációs és Közműveledési Központ a megszokott helyre, az Érsekkertbe, ahol egész nap családbarát programok, gyermekműsorok, zene és tánc kíséri majd a város apraja nagyja önfelett szórakozását. Sőt, már előző nap is két remek program várja az érdeklődőket. A majálesi programok a Kalocsai Felezhetetlen Együttes és a városból elszármazott Köteles Leander zenekara, a Leander Kills Együttes koncertje teszi majd fel a koronát. A városi majális valamennyi programja ingyenes. Mivel idén május első vasárnapra esik, hosszú hétvége sajnos nem jár vele, ám így az előző napra, szombatra is bátrabban lehetett programokat szervezni, amelyeket mindkét napon vidámpark, kirakodó vásár egészít ki, mint a régi szép időkben. Közös főzésre cégek, civil szervezetek, baráti közösségek kitelepülésére is lesz lehetőség, jelentkezni péntekig lehet. Az április 30-ai programok a majális előestéjén délután 4 órától a Bobita zenekar ad gyermekkoncertet. Utána a Platán rendezvényközpont teraszán a Soundwiz zenekar muzsikál az éjfélig tartó utcabában. Másnap május 1-én reggel 10 órakor a Kalocsai Fúvózenekar koncertje indítja a napot. 10:30-tól a Szép Ernő Színház gyermekelőadását láthatja a nagy érdemű publikum, címe Panni és az Álommanók. Délután 1 órakor a G-Flow Dance School tánciskola tart majd bemutatót. Délután 2 órától kerül sor a Kalocsán elmaradhatatlan folklor programra. A népművészeti program keretében színpadra lépnek a Liszt Ferenc Ami táncosai, a Kalocsai Bokréta Népművészeti Egyesület művészeti csoportjai, a Piros Róza Tánc Együttes és a Kalocsai Hagyományőrző Népi Együttes. Este 7 órakor kezdődik majd a Felezhetetlen Együttes koncertje, amelyet este 8 órától az immár országos hírnevének örvendő Leander Kirsz fellépése követi, egyben a kétnapos programsorozat lezárásaként. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak. Megmérettetési és bemutatkozási lehetőséget kínál az idei Kalocsa Art helyi és környékbeli alkotóknak hirdetett pályázatot a Viski Károly Múzeum. Ezeket a felvételeket 2 éve készítettük a legutóbbi Kalocsa Arton, a hagyományokkal bíró kiállítás nagy népszerűségnek örvend városunkban, és nem csak a kultúra kedvelők körében, hanem a kalocsai és a környékbeli alkotók is szívesen mutatkoznak be rajta a Városi Galériában. Idén is lesz lehetőség erre, hiszen számukra hirdetett pályázatot a Viski Károly Múzeum. A Viski Károly Múzeum Kalocsa kínál egy megmérettetési és bemutatkozási lehetőséget a Kalocsa Art keretében. Ez egy 2 évente megrendezendő tárlat, amelyre a Kalocsa környéki, illetve kalocsai kötődésű alkotókat várunk. A képzőművészet bármely ágában lehet jelentkezni. A pályázatokat az infókukat söffergyűjtemény.hu e-mail címre várják. A pályázattal kapcsolatban még annyit kell tudni, hogy tematikai, illetve technikai megkötés nincsen, viszont a pályázati anyag az nem lehet 2 évnél korábban készült, illetve olyan pályázati anyagokat várunk, amelyek még nem szerepeltek kiállításon a kalocsai régióban. 2 évvel ezelőtt is nagyon sok jelentkezőnk volt, és most is várjuk a jelentkezőket. A képzőművészet szerelmeseinek egy jó hír, hogy április 22-én pénteken egy újabb, igazán érdekes gyűjteménynek ad helyet a Városi Galéria. 17 órakor nyílik Vicsei Lajos fotoművész és festő kiállítása. A kiállítást Pécsi
Vivien fogja megnyitni, és szeretettel várunk minden érdeklődőt. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara április 15-én beüzemelte az országos jégkármérséklő rendszert, amely aznap megkezdte védekezési szezonját. Az ország 986 pontjáról, köztük a kalocsai kiskörösi járásból ezüst jodidot a felhőkbe juttató rendszer minden évben több milliárd forint kárt előz meg a mezőgazdaságban, emellett lakossági, ipari, állami létesítményeket, ingatlanokat és ingosságokat is véd. A NAK által kiépített rendszernek az idei immár az 5. üzemelési éve. Működtetéséhez az Agrárminisztérium a kárenyhítési alapból évi legfeljebb 1,5 milliárd forintot biztosít. A rendszer a kármegelőzés mellett adatszolgáltatással támogatja az agrárkár enyhítési rendszer fejlesztéséhez szükséges elemzéseket, valamint koordinálja az együttműködést a JÉGER működtetésében résztvevő társszervekkel. Az előzetes számítások szerint a rendszerre fordított 1 forint mintegy 33 forint éves termelési értéket óv meg, éves szinten ez 50 milliárd forint megmentett termelési értéket jelent. A jégkármérséklő rendszer 2022. április 15-én megkezdett riasztási időszaka 2022. szeptember 30-áig tart. Az országos lefedettséget nyújtó összesen 986 darab, 219 automata és 767 manuális talajgenerátorból álló rendszer talajgenerátorai ezüst jodid tartalmú hatóanyagot égetnek el, ami feláramlással a felhőkbe jut, ott csökkentve a kialakuló jégszemcsék méretét. A jégesők előfordulásának valószínűsége nem zárható ki teljesen, azt viszont garantálni lehet, hogy a lehulló jégszemcsék mérete kisebb lesz annál, mint amelyek a rendszer használata nélkül hullanának le. 2021-ben a gazdálkodók 39 ezer hektára jelentettek be jégkárt, ennek jelentős hányada három extrém időjárású napon keletkezett. Összehasonlításképpen 2017-ben az utolsó évben, amikor még nem működött az országos lefedettségű jégkármérséklő rendszer, közel kétszer ekkora, összesen 72 ezer hektárnyi mezőgazdasági jégkárt jelentettek be a gazdálkodók. A 2021-es szezon 169 védekezési napjából országosan 92 napon, tehát átlagosan minden héten közel 4 napon kellett bekapcsolni a generátorokat. A generátorkezelők körében idén is versenyt hirdet a NAK, a riasztási időszak lezártával a legjobb kezelő 80 ezer forint jutalomban, a megyei legjobbak 30 ezer forintban részesülnek. A generátorok kezelése nagy felelősség, odaadó munkájukat kívánja elismerni ezzel a gesztussal a kamara. A jégkármérséklő rendszer működését a korábbi gyakorlatnak megfelelően szakmailag az Országos Meteorológiai Szolgálat támogatja. Az OMS alapadatokat és jelentéseket is biztosítanak számára. A kamara az idei védekezési szezonban is 2-3 hetente készít utólagos szöveges elemzéseket a zivataros napokról. Továbbá heti statisztikát állít össze, amelyek online felületen is elérhetők lesznek. A NAK ezekkel az elemzésekkel is próbálja segíteni a gazdákat, hogy a szélsőséges időjárási helyzetek mezőgazdaságra gyakorolt hatásaira jobban fel tudjanak készülni. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal ismét kereső munkára kiképezhető kutyákat vásárol. A 10 és 36 hónap közötti életkorú kifogástalan egészségügyi állapotú kutyusok gazdái 2022. május 4-éig e-mailben küldhetnek előzetes ajánlatot a kutyavására. A kiképzők oltási könyvvel vagy útlevéllel rendelkező, transportrendszámmal vagy csippel ellátott kutyákat várnak, ivartól és fajtól függetlenül. A sikeres keresőkutya jelöltek a kiválasztás után 21 napos próbaidőn vesznek részt. A feltételeknek megfelelő ebek tulajdonosai 2022. május 4-éig küldhetik el előzetes ajánlatukat a NAV-nak a navkutyabeszerzés@nav.gov.hu e-mail címre. Az ajánlatnak többek között tartalmaznia kell a kutya hívónevét, fajtáját, ivarát és vételárát is. A hivatal ez alapján veszi fel a kapcsolatot azokkal az érdeklődőkkel, akiktől konkrét ajánlatot kér. A levélben a gazdának meg kell adni az e-mail címét, adatait, illetve jeleznie kell azt is, hogy a kutyát magánszemélyként vagy gazdálkodó szervezetként, például egyéni vállalkozóként, KFT-ként szeretné eladni.
A NAV várja a négylábú tehetségeket, amelyek a jövő sikeres keresőkutyái lehetnek. A kiírás részletes feltételeit a nav.gov.hu/vam/egyéb/újrakutyavására NAV-nál olvashatók. Kedves nézőink, a Kalocsa Vagyon Kft. Tájékoztatja a lakosságot, hogy 2022. április 22-én pénteken teljes útlezárásra kerül a József Attila utca Petőfi Sándor utca sarkától az Erkel Ferenc utcáig. Előre láthatólag 8 és 12 óra között a fagondozási munkálatok miatt. Kedves nézőink, köszönöm, hogy velem tartottak, híradóval, friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk. További szép estét kívánok, viszontlátásra!